Önök a több szemközt műsorunkat látják, jó estét kívánok! Az Interparlamentáris Unió 133. közgyűlésének hétfő napján, október 19-én a magasrangú esemény résztvevői a klímaváltozás témájáról tárgyaltak, és ennek kapcsán az IPU fenntartható fejlődésért felelős szakbizottsága egy olyan dokumentumot készített elő, amely a következő években irányadó lesz a nemzeti parlamentek számára. Köszöntöm stúdiónkban Borbé László parlamenti képviselőt, akit arról kérdezek, hogy tulajdonképpen miről szól ez a dokumentum, amit elfogadtak, vagy el fognak még fogadni? Végül az Interparlamentáris Unió az a globálisan egy olyan szervezet, amely 1889-ben jött létre. Hát van régisége. És 1891-től Románia tagja ennek a világparlamenteit felölelő globális intézménynek. Minden évben két rendezvénye van, két kiemelkedő rendezvénye van, évi közgyűlése, amely általában ilyenkor összegemve van, és különböző témakörökben fogadunk el különböző határozatokat vagy nyilatkozatokat. Miért fontos most ez a klímaváltozás téma? Ebben az évben három nagy olyan rendezvény volt, amely irányadó lesz a következő 30 évre. Az egyik Addis Abebában elfogadott pénzügyi háttere ennek, hogy mit jelent a klímaváltozás és a fenntartható fejlődésre adott pénz a következő 15-30 évben. Az ENSZ elfogadott a közgyűlésén szeptemberben a fenntartható fejlődés és a 2000-es, a milleniumi fejlődést megcélzó csomagnak egy olyan változatát, amely kötelező minden országra, és december 5-én és 6-án lesz Párizsban klímaváltozás terén, ahol egy olyan jogi hátteret kéne biztosítani, hogy mindenki a nagy, ugye, környezet szennyező országok is, mint Amerika Egyesült Államok, Kína, India, ezek az államok is kötelező módon kelljen csökkentsék, mert eddig ennek nem volt sajnos egy ilyen jogi kötelezettsége. A következő években olyan intézkedéseket kelljen a költségvetésben megjelenítsenek, hogy járuljon hozzá a klímaváltozás csökkentéséhez, ugye a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez. Képviselő úr, ezt egyre komolyabban veszik. Bocsánat, hogy közbeszakítom, de most tényleg úgy tűnik, hogy körmünkre égett a gyertya, és most egyre többet foglalkoznak ezzel. Megmondom miért. Azért égett a körmünkre a gyertya, mert végre, hál' Istennek, a politikusok is kezdenek rájönni arra, hogyha nem változtatunk egyrészt az egész társadalomnak a mentalitásán, az egész társadalomnak a hozzáállásán, megmagyarázzuk nekik, hogyha gyakorlatilag az óvodától egészen a politikusokig, tehát a felnőtt társadalomig egyrészt le kell fordítani ezeket a célokat, hiszen mindenki megkérdezi, jó, de mit értünk a fenntartható fejlődés alatt? Mit kéne tenni azért, hogy a klímaváltozás csökkenjen, tehát hogy a szennyezés csökkenjen? És ennek vannak nagyon világos olyan kvantifikált paraméterei, amelyet egyrészt kommunikálni kell, hiszen mindenki, minden család élhetne úgy, hogy egy ilyen fenntartható fejlődés gondolkodást alkalmazzon, de ezt meg kell magyarázni. Másrészt a politikum terén, és itt lesz a parlamenteknek nagyon nagy szerepe, törvényeket kell elfogadni, a fogyasztói társadalomtól el kell jutni ahhoz a közép és hosszú távon gondolkodó, olyanszerű, ugye nem spoilós, de olyanszerű, ugye fenntartható fejlődés biztosító társadalmak felé, hogy nézzük meg, hogy ne 50 év múlva ne kérdezzük egymástól, hogy miért nincsenek energiaforrások, miért
egyszerűen nem tudunk már úgy élegezni. Így, az unokáink. Az unokáink. Képviselő úr azt nyilatkozta, hogy mind a fenntartható fejlődés, mind pedig annak részeként a klímaváltozás terén nemzeti parlamenti szinteken regionális találkozók keretein belül meg kell fogalmazni az országok prioritásait, és egyfajta tudatosítási folyamatokat kell elindítani. Erről beszélt, igen, és a lakosság felvilágosítta céljából, tehát mondta ön. Vajon elsősorban a lakosságot kell felvilágosítani, vagy a nagy szindioxid mamut cégeket, mamut vállalatokat? Most ezt nem értem. Is, tehát vagy is, nyilvánvaló is. Mert a lakosság alig ha a lakosság szennyez. Nagyon pozitívan reagálta le, addig is, amíg környezetvédelmi miniszter voltam, több ilyen akciónk volt, és nagyon aktívan vettek részt ebben. De miért fontos, hogy ők is megértsék? Mert végül tényleg a legfontosabb, hogy a politikusok értsék meg, mert vannak olyan és kezdeményezések, azok az érdekszférák, akiket érintett a téma. Vannak olyan kezdeményezések, amelyek elindulhatnak nem kormányzati szervektől, helyi közösségektől, tehát nem nagyon látványos, vagy nagyon olyan, mit tudom én, nagy pénzbe kerülő akciók, amely elkezdve ugye a hulladékmenedzsmenttől, egy csomó minden, ami ugye, hogy szelektív gyűjtsük össze a hulladékot, hogy akkor, amikor ugye akarunk valamit kicserélni a háztartásba, akkor ne feltétlenül az legyen, hogy kidobjuk a másikat, és egy újat vegyünk, hanem gondoljunk arra, hogy hány olyan máshol, hány olyan háztartás van, ahol végül szívesebben tudnának egy ilyet is működtetni, egy ilyen háztartási gépet. Mi a fontos ebben, hogy körülbelül én úgy látom 3-4 év alatt az ENSZ szintjén is, az Interparlamentáris Unió szintjén is lesznek olyan kézikönyvecskék, lesznek olyan információs csatornák, amelyek ahhoz kéne járuljanak, hogy egyrészt a politikum döntsön ezekben a kérdésekben, tehát ami a költségvetésekben jelenik meg, ami a kormányokat kényszerítse a parlamentre. Másrészt ezek a regionális tudatosítása a régióknak, ez valahonnan el kell induljon. Uh-huh. Ezért most már jövő tavasszal harmadszorra rendezi meg Románia, ez az én kezdeményezésemre, két szemináriumot rendeztünk, meg 23 parlamenti képviselet részvételével a fenntartható fejlődés terén, ezt megint megszervezzük most tavasszal. Regionális központtá vált Románia ilyen szempontból. És a másik, hogy ez egy szerencsés egybeesés azzal, hogy a javaslatom alapján elfogadták, hogy a december 5-6-ai párizsi csúcsra, ahol lesz egy ilyen csúcs értekezlet a miniszterelnökök, államelnökök részvételével, lesz egy ilyen interparlamentáris uniós találkozó, ahol én mutatok be egy olyan akciótervet, amely az interparlamentáris unió szintjén majd elfogadjuk jövő tavasszal, és ez irányadó lesz a következő években, hogy mit kell tegyenek a parlamentek ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés különböző, hiszen 17 nagy cél van, és 169 kis cél. Tehát ezeket mind prioritizálni, úgy megfogalmazni, hogy lehessen mérni, és persze a parlamenteket, utána a kormányokat felelősségre lehet vonni, hogyha bizonyos intézkedéseket nem tesznek majd meg. Mindenesetre ilyen tekintetben még lesz miről érdeklődnünk önnél, és azt is gondolom, hogy tisztában vannak ezek, hogy azért nehéz fába vágták a fejszét ezzel. Mert ezzel persze, de megéri. De mindenképpen megéri, biztosan. Jó, akkor menjünk tovább, volna más kérdésem is. Procedurális hibák és alkotmányossági agályokat támasztó részek is vannak a levélszavazásról szóló törvénytervezetben, amelyet a szenátus már elfogadott, ugye, és ezt jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök, amit itt elmondtam az imént, de hozzátette, hogy van még időnk kielemezni és kijavítani a hibákat. Gondolom a képviselőházi procedúra, amik elmegy a képviselőházig, arra gondolta az elnök úr. Nos, hogy nézőinket is tájékoztassuk, mi a szövetség kifogása tulajdonképpen, és mi az esély helyrehozni azt a hibát, amit önök, hát az RND-el a szövetség kifogásol. Mi itt a baj vele? Sok baj van. Ugye azért arról
Gondolom tudnak a nézők, hogy konszenzusos alapon, hál' Istennek módosítottuk a választási törvényt, mert ez, amit 2008-ban ugyanígy septibe elfogadtak, ez az egyéni körzetes választói körzetes törvény bebizonyította, hogy teljesen alkalmatlan. Igen. És mi akkor is megmondtuk 2008-ban, hogy ez nem lesz jó. Visszatértünk a listás szavazásra. Azt jelenti, hogy minden párt egy listát javasol, és ahány szavazatot kap, ami sokkal kiegyensúlyozottabb, mint így, ugye tudjuk, Marosvásárhelyen valaki 13%-kal bekerült a parlamentbe, és 40%-kal másik jelölt nem. Tehát az RMDSZ jelöltje. Tehát itt ez egyszerűen megszüntetné ezt az igazságtalanságot. Másrészt, amiből kiindult a cirkusz, ugye tudjuk az elnök választáson, azt, hogy nem tudtak választani azok, akik tényleg most majdnem 3 millió romániai állampolgár dolgozik külföldön, ezt megoldotta az a törvénymódosítás, amely már meg van szavazva, hogy egy regisztráció lesz, ugye, hogy Magyarországon máshol is így teszik a külföldön szavazókkal, kell regisztráljanak 6 hónappal, 3 hónappal azelőtt, hogy lehessen tudni, hogy hányan és hol szeretnének szavazni. Benne van a törvényben, hogy minden 100 szavazóra kell egy szavazókörzetet külföldön létrehozni. Tehát abszolút nincs annak a veszélye, nem áll fenn, hogy aki akar szavazni külföldön, ne szavazzon. Amit pluszban most be akarnak vezetni, hogy bár biztosított részükre a szavazás, lehessen szavazni levélben is, sőt, nem csak hogy levélben szavazni, hanem ő a számítógépéről kinyomtat például egy példányt, és azt kitölti és elküldi. Súlyos alkotmány jogi kérdések merülnek fel. Egyrészt, ha csak egy példát mondok, hogy a szavazásnak a titkosságát, az egyenlő lehetőséget mindenki számára, hogy szavazon, ezt megsérti, hiszen itt tudjuk, hogy a kórházakban levők, vagy az, aki otthon van és beteg, kell külön egy kérést beadjon az illető szavazókörzethez, hogy kijöjjenek ugye a mozgóurnával, vagy kijönnek, vagy nem, vagy van idejük, vagy nem. És például ez, aki nem tud otthonról elmozdulni, nem szavazhat levélben. Tehát Romániában nem szavazhatok levélben egy ilyen esetben, de külföldön, aki ott van, köszöni szépen, a számítógépéről kinyomtatja és szavazhat. Tehát nem korrekt dolog ez, nagyon sok csalásra ad okot, hadd ne mondjam, és Romániában tudjuk, hogy itt soha nem csaltak a választásokon. Jaj, nem. Itt 25 év alatt mindig nagyon korrekt volt ugye a választás, hadd ne utaljak a turizmusra, hogy hány busszal vitték ide-oda a szavazókat és más nagyon köztudott példákra. Hát akkor könyörgöm, mikor itt szabad utat adnak annak, hogy bárki vegyen egy ilyen, és ráírja egy nevet, egy címet, és elküldi, anélkül, hogy lenne valamilyen más lehetőség arra, hogy ellenőrizzék, hiszen ha lenne is lehetőség, már rég lejárnak a választások, ugye, hogy volt ilyen 2000 az európai parlamenti választásokon, hogy rájött a hatóság fél év múlva, hogy nem tudom hányan kétszer szavaztak, de már nem lehetett semmit csinálni, már a választási eredményeket nem lehetett megsemmisíteni, és eső után köppenyek. Tehát pont azért, hogy lehetőséget adunk a külföldön dolgozóknak, hogy szavazzanak, de úgy, hogy regisztrálnak, és biztosítja a román állam, és ez benne van a törvényben, hogy szavazhassanak. Ezért nem tudunk egyetérteni az ilyen variánssal. És ha a képviselőházon is átmegy, megtámadják az alkotmánybíróságon. Hát megpróbáljuk megtámadni, de ott egy bizonyos számú képviselő és szenátorra van szükség, még kellenek partnerek ehhez. Igen. Majd csak megszerzik. Még egy pillanat erejéig maradva a nagy politikában, hiszen itt a történések egyik adja a másiknak a kilincset, ugye, hogy így fogalmazzak. Mi a véleménye erről a hírről, hogy megvádolták Iliescu-t, Stönkulescu-t és talán Petre Románt is a 90-es bányászjárások miatt. El kell terelni valamiről a figyelmet? Vagy ön ezt most úgy kérdem meg öntől, hogy... Hát valószínűleg ez is benne van a pakliban, azért nagyon síralmas az, hogy 25 év után jutunk el oda, hogy egyáltalán ez így megjelenjen. Na most nekem egyedül azzal van, tudjuk, tehát tudjuk-e részét, hogy mi történt akkor,
és szenvedő alanyai voltak nagyon sokan. Én személyesen ott voltam Bukarestben, mikor hát már ez történt, igen. Mert akkor kellett volna a parlament beinduljon, igen. És mi ott voltunk, és tudom, hogy szóltam Szőcs Gézának és Markó Bélának, mert szakállasok voltak, hogy nehogy a központba menjenek, mert láttuk, hogy például akinek miniszoknyában volt lányok, bocsánat, igen. És a fiúk közül, aki szakállas volt, vagy hosszúhajú, azt is elővették, és elkezdték ütlegelni, így van. Úgyhogy tudjuk, hogy mi volt. Ez egyik része az, hogy akkor ki hívta, ki irányította a bányászokat, mert a bányászokat nem lehet most 10 000 bányászt ugye lecsukni, és már ja, nem ugye 25 év után. Ki tudja, hány él belőlük, hány nem kik, már. Igen. Így van, kik azok, akik a hátán. Na most 25 év után szerintem egyrészt nagyon nehéz ezt, ha eddig nem tudták tisztázni. Másrészt pedig ugye emberiség elleni gaztettel, tehát ez a vád, igen, ez nem évül el, igen. 25 év alatt. Na, tehát én ja. Úgy látom, hogy itt megint arról lesz szó, hogy egyesek ebből politikai hasznot húznak, a per az el fog húzódni nem tudom meddig, és nem lesz semmi belőle, mert véleményem szerint a 25 év alatt nem tudtak annyi bizonyítékot összegyűjteni, vagy akkor, amikor még lehetett volna, nem hiszem, hogy ennek. Ez egyszerűen az, hogy valaki nyüssünk egy párton, vagy most igen. Bizonyítsuk be, de 25 év után, hogy ebből én úgy látom, nem lesz egy olyan tisztázása azoknak a kérdéseknek, nem vagyok optimista ilyen szempontból. Jó. A kulturális autonómia tanács döntése értelmében teljesére törekvő felmérést végez a nyelvi jogok gyakorlatba ültetése terén az RMDSZ ügyvezető elnöksége. Az újratervezés jegyében a monitorizálás első részeként az önkormányzatok, ezek intézményei, valamint a központi államigazgatási hivatalok alá tartozó intézmények anyanyelv használatát ellenőrzi a szövetség. Nos, ezzel párhuzamosan, mint tudjuk, Dorin Flori, a Marosvásárhelyi polgármestere, a sajtó kérdésére, hogy a megrendelt utcanévtáblák kétnyelvűek lesznek, azt válaszolta, nem mert az törvénytelen lenne. Tovább nem is folytatom. Lehet, hogy képviselő úr is unja ezt a lerághatatlan csontot, de nekünk újra és újra fel kell tenni. Hogy igen. Is állunk ezzel? Sajnos ezt egyrészt nem lehet megunni, ez egy polgármesternek a packázása, Idestova, ugye mindjárt 16 éve a város magyar lakosságával, és még mindig úgy látom, vannak, akik reménykednek abban, hogy ez a polgármester mégis, hát ugye demokratikusan tud viselkedni. Ha most se jöttek rá, nem csak a magyarok, hanem a románok, hogy egy notórius hazudozóval állunk szembe, hogy ne mondjak mást, és nyilvánvaló csak a saját érdekeit szem előtt tartva, és nem a közösség érdekeit szem előtt tartva levő polgármesterrel, akkor gondolom baj van, de én remélem, hogy mindenki rájött erre. Na most ennek van néhány vetülete. Az egyik, hogy tényleg hosszú lenne annak azoknak a határozatoknak a sora, amely ott van, mint megszavazott határozat a polgármester előtt. Tanácsnak van határozata, hogy lesznek kétnyelvű utcanévtáblák. Van egy lista arról, egy lista, amit elfogadtak 2007-ben, az utcáknak a listája, amit nyilvánvaló újra lehet nézni esetleg, vagy van 2-3 hiba, de megvan a lista. Tehát a polgármesternek törvényes kötelezettsége lenne, hogy kitegye az kétnyelvű utcanévtáblákat évek óta, nem beszélve arról, hogy egyszerűen anélkül, hogy különösebben, ahogy vannak olyan városok, például Élesden, én úgy tudom, még igen, Élesden úgy tudom, hogy talán olyan 20% alatt, valamivel 20% alatt van a magyarság körben, és Élesden mindenhol ki van téve két nyelven az utcanévtáblák, tehát nyelven. Nem egy olyan helységben, ahol ugye többségben él a magyarság, vagy 40%-ban, igen. Mint itt. Tehát ez egyszerűen minősíti a polgármestert, mindenféle jogi... De itt a törvény be nem tartásáról van szó. Persze, hát a törvény meg, és a határozatok be nem tartásáról, most még azt se akarja betartani, amit végül
nem baj, hogy van egy újabb határozat, hogy közben tegyék ki a kétnyelvű utcanéptáblákat, de emellett ott, ahol a hagyományos, és közben ugye tudjuk, nem csak a Bagosbák Gábor utcáról van szó, hanem a Kossuth Lajos utcáról és más utcákról, amely tudjuk, hogy Marosvásárhely történelmihez hozzátartozik, tegyék ki. Erről is van külön határozat. Uh-huh. Úgyhogy én úgy látom, megint már ilyen kampány előtti hangulatban vagyunk. Én csak a magyar közösség felé fordulnék megint, és azt mondanám, hogy nem hiszem, hogy még egyszer valakinek is eszébe jut például a magyar közösség, vagy a román közösség demokratikus állampolgárai közül, a Marosvásárhelyek közül, hogy bizalmat adjon egy ilyen polgármesternek, aki gyakorlatilag 15 éve itt játszadozik ezekkel a dolgokkal, amelyek egy közösséget sértenek. Na és végül, ha már a Baross Gábor utcát emlegettem, és hogy hozzátartozik Marosvásárhely történetéhez, hát a Baross Gábor utcában levő Bernádi Kultúrközpont is lassan-lassan már történelem vásárhelyen, és idén is megrendezik elegáns körettel, hogy így mondjam, a Bernádi napokat. Most anélkül, hogy ne értse félre, de önök ezt hogy csinálják, hogy egy ilyen rendezvény nem tud elfáradni? Hát úgy csináljuk, hogy egyrészt érezzük a közösség támogatását, és hál' Istennek meg kell mondanom, hogy nem, hogy csökkent volna ez, hanem ebben az évben most számoltuk, mert van egy ilyen számlálónk, hogy hányan látogatták meg a Bernádi házat, és szeptember elejéig, úgyhogy egy hónap szünet is volt, mert voltak bizonyos munkálatok nyáron a házban. Jó, több hát mint 5000 látogatója volt a Bernádi háznak. Tehát hát több mint 5000 látogatója. Ezt csak úgy tudjuk felmutatni, hogyha gyakorlatilag majdnem hetente vannak tárlatok, és hetente sok-sok rendezvény van a Bernádi házban. Nagyon megszokták a Bernádi házat, sajnos sokszor vissza kell utasítsunk egyszerűen még művészeket is, vagy rendezvényeket, mert nincs annyi hely, és nem tudjuk ezt biztosítani mindenki számára. De most már nagykorúvá váltunk, 18. alkalommal rendezzük meg a Bernádi napokat, és hát a tegnap már megkezdődött, ami nekem talán az egyik legnagyobb elégtétel, hogy a tegnap is több mint 100 gyerek vett részt, gyerek vett részt ez ezen nagyon a vetélkedőn, ami egy óriási elégtétel, gondolom nekik is, de nekünk is, de megismerik Bernádi várossát, mindig valamit pluszba próbálunk nyújtani nekik. Ma van ugye a tárlatnyitó, és holnap lesz tehát a tárlatnyitó az arról szól, hogy nagyon gazdagok vagyunk, és ki egy újabb Bernádi Galéria könyvet nyomtattunk ki. Ez a második, majdnem 200 olyan különböző ugye festmény, tehát ilyen katalógus textilművésztől kapott ajándék van a Bernádi alapítvány birtokába, ami a miénk, tehát ők adományozták az évek során, és ezért egy második kötetet kiadtunk, ennek van a megnyitója, és holnap a gála est, amely este 6 órakor lesz, és egy különleges és nagyon értékes előadással rukkoltunk ki most. Megkértünk két kiemelkedő művészt, Bogdán Zsolt színművészt és ifjú Csiki Boldizsár zongoristát, hogy erre a napra, persze nem csak mert lesz sok-sok előadás, remélem ebből az előadásból, a Lélek hangja, ez a neve az előadásnak, és egyedi ilyen szempontból, tudnilik, nagyon ismert költők verseiből fog szavalni Bogdán Zsolt, és nagyon ismert zeneszerzőknek a műveiből fog zongorázni, mint egy egész, mint egy előadásként mutatják fel ezt a két művész. Úgyhogy ez este 6-kor lesz. Nyilvánvaló a Bernádi emlékplakettet is odaadjuk majd, akár, és ez titok. Akár el is árulhatja most, mert ma már egy nap választ el. Nem szoktuk. Tehát egy olyan rangos, annyit elárulhatok, hogy egy olyan rangos közéleti személyiségnek adjuk át, aki szerintem már rég
megérdemelte volna, de úgy közel áll hozzánk, és ezért gondolkoztunk ezen, de azt mondtam, hogy nem ezen múlik, hanem azon, hogy ő mit tett Magosvásárhelyért. Úgyhogy ez meglepetés, de biztos, hogy jól választottunk ebben az évben is. Úgyhogy ezt mindenkit nagy szeretettel meghívok, meghívunk természetesen, ez a Kultúrpalotában lesz, és a belépés ingyenes a gála előadáson holnap este 6 órakor, úgyhogy megint én úgy gondolom, valamit tettünk le az asztalra, és a Bernádi szellemében fel tudjuk megint mutatni azt, hogy milyen sok tehetséges művészünk van itt erdészszerte Magosvásárhelyen, és hogy még mindig az, amit Bernádi elképzelt ezelőtt 100 évvel, az még mindig érvényes ránk, hogy ezt vigyük tovább, ezt a szellemiséget. Köszönjük szépen, képviselő úr, és köszönjük a meghívást, ott leszünk. Köszönöm szépen ott a leszünk. Köszönöm figyelmüket, önökkel jövő héten a megszokott órában találkozunk, viszontlátásra.